Kiemelt figyelmet érdemel bőrünk a nyári kánikula idején. A bőrápolás legfőbb alappillére pedig a fényvédelem. Szakemberek szerint a káros UV-sugarak rendkívüli mértékben felgyorsítják a bőr öregedését. Kutatások kimutatták, hogy a ráncok és a pigmentfoltok mintegy 80 áért felelősek a napsugarak. Ezért ebben az évszakban nem csak a reggeli rutin kihagyhatatlan része a fényvédőkrém, ezek használatát a nap folyamán többször is meg lehet ismételni. 50-es faktorút szoktam ajánlani mindenkinek, illetve attól is hogy kinek milyen a bőrtípusa, hogy vizesebb bázisú, illetve hogy olajosabb bázisú fényvédőt használ. De az 50-es faktor az az alap, és onnantól csak felfelé van fényvédő, krém, ami már UVA, UVB, IR, illetve C-vitamint is szokott tartalmazni, ami ugyanúgy megszűri a fényvédelem miatt a sugarakat. Fontos tudni, hogy a smink ronthatja a fényvédők hatékonyságát. Éppen ezért a szakemberek arra intenek, hogy kevesebb sminket használjunk a meleg nyári napokon. Nem mindenkinek bírja a ö, testesebb alapozókat a bőre, ugye ilyenkor inkább BV vagy CC krémet szoktam ajánlani, amik ugyanúgy ö, fényvédőt is tartalmaznak, de nem érdemes, hogyha alapozót akar valaki használni, összekeverni a fényvédőt és az alapozót, hanem akkor olyan faktorú ö, alapozót kell választani, ami egy kisebb faktorú, és emellé, hogyha ö, primert ö, használ, akkor az kiegészíti az alapozót is ugyanúgy. A primerek is szoktak fényvédőt, de kisebb, ö, kiszerelésben is meg lehet venni, illetve kisebb faktorú fényvédőt is lehet használni, attól függ, hogy kinek mit visel el a bőre, és ő maga mit visel el. Vannak olyan kozmetikai eljárások, amelyeket a nyári hónapokban nem javasolnak a szakemberek. A hámlesztó kezeléseket nem szoktuk ajánlani, ugyanis ezekhez mindig akkor is, amikor összevégezzük, vagy már ősz végén Ezeket a kezeléseket ajánlunk fényvédőt, ugyanis fényérzékenyé tehetik a bőrt, mivel hogy a felső hámréteget ugye van olyan, ami eltávolítja, ezzel megújítva a bőrt, ezért ajánlatos inkább télen vagy ősszel végezni ezeket, illetve gépi kezeléseket sem szoktunk, amik hámlasztó eljárással járnak, ajánlani a vendégek számára. Az UV-sugárzás mértékét az úgynevezett UV-index mutatja. Ennek értéke általában 1 és 10 között mozog, de az extrém erős tartományban akár a 11-es vagy a fölötti értéket is elérheti. Minél magasabb az érték, annál fontosabb a fokozott fényvédelem. Fontos tudni, hogy ugyan a hidegebb évszakokban a barnulást okozó UVB kevésbé erős, a legalább annyira káros UVA viszont a nyárihoz hasonló mértékben télen is jelen van. A bőr öregedését pedig elsősorban ez a sugárzás okozza.